Ezt a csipet mostantól kővágószőlősön gyártják, ami perceken belül kimutatja a koronavírus jelenlétét. A Baranyai településen ugyanis egy természettudományi, illetve műszaki kutatással, fejlesztéssel foglalkozó cég végzett egy beruházást. Ennek köszönhetően orvostechnikai és orvosdiagnosztikai termékeket gyárthatnak. A projekt során egy épületet mentettünk meg egy rozsdaövezeti rehabilitáció keretében, és tettük alkalmassá orvosdiagnosztikai eszközök tiszta térben történő gyártására. Az épületben elhelyeztük azt a gyártósort, amely mikrofluidikai csippek előállítására alkalmas, illetve ebben az épületben, ebben a laborhelyiségben berendeztük azokat a gépeket, amelyek a lélegeztetőgépnek a szabványátérési vizsgálataihoz, illetve a műszaki dokumentáció összeállításához szükséges berendezéseket és vizsgálatokhoz szükséges berendezéseket tartalmazza. Itt a most átadott üzemben jelenleg kifejezetten a COVID-hoz kapcsolható eszközöket készítenek a szakemberek, de a gép bármikor átállítható. Maga az eszköz és a chip, amelyet a Femtronics Kft. Kifejlesztett, ez COVID-specifikus fejlesztésnek indult. A fejlesztés elején nagyon gyorsan át lehet más vírustörzsre programozni. Bizonyos törzsek esetében nem is szükséges a reagens anyag módosítása, csak egy szoftver frissítés magán az eszközön, amellyel kiértékelik a vizsgálati eredményeket. Bizonyos törzsek esetében szükséges a reagens módosítása, de néhány napon belül át lehet állítani a gyártósort, és alkalmas lehet más, akár eddig nem ismert vagy nem feltárt járványt okozó vírus detektálására. Így a saját fejlesztésű csíp alkalmas lehet más, akár eddig nem ismert járványt okozó vírus feltárására is, de más különlegessége is van a fejlesztésnek. A termék különlegesség, amit érdemes megjegyezni, a jelenleg piacon lévő tesztekhez képest, hogy nagyon gyors, ultragyorsnak hívtuk mi a fejlesztés során, nagyon gyors válaszadási idővel dolgozik a csíp. Itt 5 perc alatt gyakorlatilag választ kapunk arra, hogy az adott minta az fertőzött volt-e vagy sem. A projekt egyébként egy génopályázat keretében több mint 730 millió forintos támogatással valósult meg. Ennek eredményeként egy körülbelül 250 négyzetméteres gyártóüzem épült, ahol többek között idegtudományi kutatásokat és lézermikroszkópos méréseket is végezhetnek, például ezzel az eszközzel. Amint egy 40 szabadalommal rendelkező gép a most ismert legmodernebb agykutatáshoz használható 3D-s mikroszkóp. Ez a berendezés pedig a lélegeztetőgépek kutatásában, fejlesztésében segíti a szakembereket. Így gyárthatják le mostantól a COVID-tesztek komponenseit, de később akár át is programozhatják a gépeket más vírusok kimutatására.